Négy kötetben írta le Koller Mártonné Vera néni Székelyföldön töltött gyerekkori éveit, a szülei, nagyszülei sokszor küzdelmes és nehéz életét, a Magyarországra településük történetét. Vannak emlékek, amik nagyon hamar elmosódnak, de azok, amik számomra fontosak, kristálytisztán megmaradnak. Én ezeket az emlékeket vetettem papírra, tovább örökítve az utókor számára. Feltámad bennem a félelem, vajon az én emlékeim, amik számomra sokat jelentenek, az idő, az öregség nem kezdje ki, és nem tudom elmondani a történeteimet azoknak, akik ebből a tőből fakadnak, amiből én. Ha valaki nem ismeri ősei történetét, vagy netán nem is kíváncsi életükre, annak a múltjában nagy űr tátong. Lelkiekben mindig szegény ember marad, mondta Vera néni. Próbáltam úgy megírni az emlékeimet, ahogy bennem maradt. Tulajdonképpen 6 és fél éves volt, amikor áttelepültünk Erdélyből. De ahhoz, hogy én nagyon kicsi voltam, rengeteg élmény megmaradt. Hála Istennek úgy azért nem mosódott ki a fejemből, és ezeket próbáltam szépen úgy összerakosgatni, és mindenképpen a székely szavakat úgy, ahogy ejtettük, úgy is írtam. Ameddig az erdélyi történetek folynak, addig a székely szavakat írtam, de ahogy már átrepültünk Bonyhádra, nem mintha már elfelejtettük volna a székely beszédnek a dallamát, meg a szavait, de jelezve akkor, hogy Magyarországon élünk, akkor már irodalmi nyelven folytattam a történeteket. Hát úgy majd fele Erdélyben történik, és utána Magyarországon. Hát ezekből a kisebb, nagyobb történetekből áll a könyvem. Ebbe a dévai nehéz éveket leírtam, hogy tulajdonképpen miért kényszerettek rá a szülők, hogy elhagyják a szülőföldet, hogy ott hagyják a szüleiket, a templomot, a temetőt, amihez hát nagyon kötöttek. 2005-ben vesztette el férjét, ami nagyon megviselte, és ebből a mély szomorúságból gyerekei segítségével tudott kilábalni. Mivel a gyerekek tudták, hogy az édesanyjuk már egy ideje jegyzetelgette ősei történetét, nagyapja, édesapja meséit, ezért vettek neki egy laptopot, hogy azon írja tovább az utókor számára az emlékeit. Rudolf László székelykutató tudomást szerzett Vera néni írásairól, felkereste és biztatta arra, hogy könyvformájába adja ki a történeteket. Az első kötet sikere után Vera néni egy nagyobb volumenű regény a Vándormadarak írásába vágott bele. A sok dicséret után úgy gondoltam, hogy a sok történet, amiket én hallottam, különböző vagy erdélyektől, vagy bukovinai székelyektől, sváboktól, mivel hogy a férjem által ugye egy a rokonságba némek ajkúak is belekerültek, így a sok történetből próbáltam egy olyan regényt összehozni, mondhatom történelmi regénynek, mert a második világháború alatt kezdődik, és valahol az 50-es években fejeződik be. 70 éves elmúlt már, amikor elkezdte írni a Bíbor Vörös Alkonya című könyvét. Akkor már 70 fölött voltam, amikor úgy gondoltam, hogy próbálok idős emberekről írni, mert az idős emberekről a fiatalok, hát ugye hallanak, megértik, de átérezni az ember csak akkor tudja igazán, hogyha már megérte. És hát már ugye 70 fölött az ember sok minden olyan dologgal találkozik, ami hát ugye az idős embert szíven üti. Kicsit érzékenyebbek is, ahogy idősödnek az emberek, vagyis hát ugye ha magam gondolok, hát ezt én tudom igazolni, hogy ez így van. És hát mert a Vándormadarakban ugye írtam az a különböző népcsoportokról. Én most nem akartam népcsoportokat belevinni a könyvbe, de akaratom ellenére, hát alig voltam a negyedik oldalon, egy székely olyan öreg ember csak belekeveredett a történetbe. Azt akkor úgy gondoltam, hogy
hogy marad a Székely bácsi, csak maradjon. Vera néni elmondta, célja, hogy a könyveiben azokat a székely szavakat, amiket már nem használnak a mindennapi beszéd során, papírra vesse, hogy ne merüljön feledésbe. És így az öreg bácsi, aki Székelyföldről került Magyarországra, ez nekem egy jó alkalom volt, hogy azokat a szavakat megint belebigyeztem a történetbe, hogy ezek ne vesszenek ki. És ezek a székely szavakkal kapcsolatosan azt azért el szeretném mondani. Volt időszak, én emlékszem gyerekkoromban. Hát akkor persze, hogy székely sem beszélt mindenki, a szülőktől úgy tanulta. Mert a sváb gyerekek törték a magyart, a felvidéki az ott A-nak mondta, vagy A-nak, és ezt tudtuk, hogy ki melyik népcsoporthoz tartozik. De mindent elkövettünk, hogy ezeket a szavakat kiradírozzuk a szótárból, hogy hát ne legyünk mások, hogy ez szégyen volt, vagy csak azért akartuk ezt, hogy csak a szín magyar szavakat használjuk, ezt nem tudom. De amit elkövettünk akkor, hogy ez eltűnjön, most olyan nagy erővel lendülünk neki, hogy ezeket a régi szavakat visszaszerezzük. Az utolsó kötet, amely az első, a Felejthetetlen címet viseli, egy régi erdélyi utazás kalandjait, történeteit eleveníti fel. A férjemmel 1972-ben mentünk először Erdélybe, azután, ahogy áttelepültünk. Akkor vettük meg a legelső autót, vagyis akkor még a Merkur által évekig vártunk, mire végre sorra kerültünk, és megkaptuk az autót. Hát azban az időben ez így működött. És nagy meglepetésemre férjem mindjárt azt mondta, hogy az első utunk Erdélybe vezet. Ő tudta, hogy mennyire vágyódok én már, hogy látni a szülőföldet. Hát ugye levelezés által tartottuk a kapcsolatot. Erről az első utunkról akkor úgy döntöttünk, hogy nem csak a dévai és a Cserna keresztüli rokonokat, tudnék a apai ágról dévaiak vagyunk, hogy minden testvér déván született, anyai ágról a rokonok Cserna keresztül, ez talán 6-8 kilométerrel van odébb Dévától. És hogy először oda megyünk, és utána körbejárjuk Székelyföldet. Hát úgy, hogy körbe karikára végig utazzuk Erdélyt, hogy a két hétben, ami belefér. Anélkül, hogy mi nem vettünk volna egy úti könyvet, vagy román nyelvtudás, vagy bármi lett volna, hát mi örültünk, hogy autónk van, milyen a világ, és mehetünk, amerre nekünk tetszik. És hát, hogy mennyi kalandba volt részünk, mennyi gyönyörű, meg megható történetek. Mindig vágytam, hogy ezt majd leírom, de mindig arra gondoltam a gyerekeimnek. Soha nem gondoltam, hogy könyvformában ezek, amik úgy bennem vannak, hogy megjelennek. Vera néni tervei között szerepel egy novellás kötet írása is, hiszen ahogy már korábban mondta, ha úgy érzed elmédben valami szép és jó gondolat született, próbáld megosztani másokkal. Ha sikerül, meglátod, szíved terülni kezd, hogy helyet adjon az örömnek, boldogságnak. Neki ez a célja, átörökíteni az emlékeket, hogy örömet okozzon vele annak, aki olvassa.